A frekvencia szót gyakran használjuk, de mielőtt rátérnénk a gyógyításban való felhasználására, vizsgáljuk meg, hogy mit is takar igazán. Szó szerint egy ismétlődés gyakoriságát jelenti, azaz mérésekor megszámoljuk, hogy egy adott időtartam alatt hányszor ismétlődik meg az esemény, majd elosztjuk az illető időtartam hosszával. A frekvencia SI mértékegysége a Hertz, Heinrich Rudolf Hertz német fizikus neve után jele a HZ. Egy Hertz azt jelenti, másodpercenként egyszer következik be az esemény, két Hertz azt, hogy kétszer, és így tovább. Ez az alapmértékegység, de például a szívritmust és a zenei ritmust ütés per percben mérik, egy motorfordulat számát pedig fordulat per percben. Néhány különleges frekvencia. A normál zenei A-hang frekvenciája 440 Hz, a zenészek ez alapján hangolják be hangszerüket. Az atomórákban a cézium atom határozza meg a ritmust. Két energiaszintje közötti átmenet másodpercenként 9.192.631.770-szer történik meg, ez ma időszámításunk alapja. Most térjünk át a rezgésre és a rezonanciára, amin tulajdonképpen a frekvencia terápia alapszik. A mechanikai rezgés vagy lengés oszcilláló, azaz periódikus mozgást jelent egy egyensúlyi állapot körül. A hangot, vagyis a nyomáshullámokat is rezgő szerkezetek keltik, például hangvilla, síp, hangszereknél a húr, embereknél pedig a hangszál. Szabad rezgés alakul ki akkor, ha egy mechanikai rendszert kezdeti állapotba húzunk fel, majd engedjük, hogy szabadon rezegjen. Ennek példája lehet az, ha egy gyereket meglendítünk a hintán, majd magára hagyjuk, vagy megütünk egy hangvillát és hagyjuk zengeni. A mechanikai rendszer ekkor rezgéseket fog végezni egy vagy több saját frekvenciájával, majd a rezgés csillapodik és megáll. Saját frekvenciája mindennek van, kezdve az atomi vagy az annál kisebb szubatomi szintektől egészen a galaxisokig, illetve azokon túl is. Például a Schumann rezonancia a Föld mágneses terének, bioszférájának természetes alapfrekvenciája, azaz 7,83 Hz. Az ember számára ez a szükséges környezet, melyet manapság károsan befolyásolnak civilizációnk mesterséges jelei. Az 50 Hz-es váltóáram, a rádiótelefonok, és még sorolhatnánk. A testünket érő minden nevű frekvencia hatással van ránk. Egy ember körülbelül 70%-ban vízből áll, ezért érdekes megfigyelni a tibeti hangtálban lévő víz viselkedését a tál rezonancia frekvenciájának hatására. A rezonancia fizikai jelenség, mely gerjesztett rezgéseknél lép fel olyankor, ha a gerjesztés frekvenciája és a gerjesztendő objektum saját frekvenciája közel van egymáshoz. Ilyen esetben a gerjesztés által a rendszerbe egy-egy kitérés alatt bevitt kis energiaadagok fokozatosan összegződnek, és nagy rezgés amplitúdot okoznak. Csillapítás nélküli, idealizált rendszerek esetén ez végtelen nagy is lehet. Ennek szemléltetésére alkalmas az inga. Ha egyszer megmozdítjuk, az saját frekvenciájával kezd lengeni. Majd a saját ütemében mindig csak egy kicsit lökünk rajta, így kis erőbefektetéssel egyre nagyobb lesz a kilengése. Viszont ha ettől eltérő ütemben lökdössük,
akkor mozgása szétesik vagy megáll. Csak a saját frekvenciájával képes mozogni, ha ettől eltérő ütemet kényszerítünk rá, akkor végig nagy erőt kell befektetnünk, és ha magára hagyjuk, ismét felveszi saját ritmusát. Nézzünk még példákat. Ha egy üvegpoharat a saját frekvenciájával megegyező hangnak teszünk ki, az hamarosan széttörik. Az amerikai Tacoma híd ismert volt lengéseiről, himbálódzásáról. Az 1810 méter hosszú hidat 1940. július 1-én adták át. A híd Tacomát és Gig Harbort kapcsolta össze. A hídavatás után 4 hónappal 67 km/h sebességű szélvihar támadt a híd környezetében. A szél által keltett lengéshullámok egyik oldaltól a másikig oda-vissza haladtak, egyre erősebbé válva, és végül a híd leszakadásához vezettek. Most térjünk rá a terápiás alkalmazásra, de először említsük meg a módszer úttörőit. George Lakovsky, orosz származású tudós, az MVU, magyarul multihullám oszcillátor feltalálója, aki az 1920-as évektől kezdve rákdaganatos növényeken, állatokon és később emberi mintákon végzett sikeres kísérleteket. Az MVO rádiófrekvenciák széles spektrumában sugárzik. Lakovsky készülékével kettős hatást észlelt. Egyrészt fokozatosan eltüntette a rákos daganatokat azáltal, hogy szelektíven csak a beteg részt roncsolta, másrészt pedig egyidejűleg, mintha megemelte volna minden sejt energia, azaz vitalitás szintjét is. Ez a hatás a ma használatos készülékekkel is tapasztalható. The Secret Life című könyvében írja, az élő sejt, mely minden élet alapvető egysége nem más, mint egy elektromágneses rezonátor, mely képes igen nagy frekvenciájú sugárzás kibocsátására és elnyelésére. Véleménye szerint a sejtek különböző sejtszervecskékből és struktúrákból épülnek fel, melyeknek mindnek saját rezgés karaktere van. A rezgések összessége adja a sejtnek magának a rezgés minőségét. A sejtek egymás mellett harmóniában kell, hogy legyenek, így építenek fel egy szervet, és a szerv saját önálló rezgésképét adják. Dr. Royal Rife tudós, biokémikus, kutató, felfedező volt. Legismertebb találmánya 1920 körül az univerzális vírusmikroszkóp, amely 60 ezerszeres nagyítással rendelkezett. Ennek különlegessége, hogy ekkorát volt képes nagyítani pusztán a fény segítségével. Manapság csak az elektromikroszkópok képesek ilyen mértékű nagyításra, de ezekkel csak halott képleteket tudunk vizsgálni. Rife mikroszkópjával élőben, színesben és nagy felbontás mellett tudta vizsgálni a mikróbákat, képes volt akár 10 nanométeres alakzatok megkülönböztetésére is. Bizonyos audiospektrumos rezonáns frekvenciákon működő készülékeket is alkotott, héliumgázcsövekkel, amikkel sikeresen tudott különböző betegségeket gyógyítani, a rákot is beleértve. 50-nél is több vírusra határozta meg abszolút precizitással azok végzetes frekvenciáit. Sajnos mindkét tudost elhallgattatták, meghurcolták állításaikért. A terápia különböző hullámformák segítségével történik. Színusz jellel, ez adaptációt vált ki, hozzászokik, azaz ugyanarra a jelre, csak egy ideig változik a szervezetben lévő képlet, utána már nem. Például szervek harmonizálásához használjuk. Négyszögjellel ehhez nem lehet adaptálódni, a kórokozó nem tud hozzászokni, így elpusztul. Háromszögjellel ez igen gyors adaptációt kényszerít ki. A 20 Hz és 10 kHz közötti tartományba esik a szervezet egészséges és kóros működésének legkönnyebben manipulálható tartománya, a kórokozóké is, ezért általában mi is ezt a tartományt használjuk. Azt még meg kell említeni, hogy nem minden a vizsgálat során talált frekvencia mutat ténylegesen jelenlévő kórokozót, hanem lehet, hogy csak annak információját. De az ezeket a virtuális kórokozókat kioltó frekvenciák is szükségesek a kezelés teljességéhez.
Nézzük meg, hogy baktériumok hogyan viselkednek hangfrekvencia besugárzás hatására. Ezt négyszögjellel végezzük, mert így nem tudnak adaptálódni. Megfigyelhető, hogy az üvegpohárhoz vagy a híthoz hasonlóan szétesnek, elvesztik struktúrájukat. A négyszögjellel végzett kezelés után színuszjellel végzünk harmonizálás, kiegyenlítést. A megfelelő hangok harmonizáló hatását jól megfigyelhetjük a következő kísérletben, melyben egy változtatható frekvenciával rezgő lapra homokot szórtak. Nézzük meg ugyanezt a jelenséget tibeti buddhista szerzetesek énekén keresztül. A vízzel kevert kukorica keményítő mozgásán is látszik, hogy rezgés hatására minden anyag sajátos módon viselkedik. Láthatjuk tehát, hogy a frekvenciaterápia egy egyszerű és hatékony gyógyító módszer.